Hány napot edzünk egy héten? Mikor edzünk egy héten? Hogyan osszuk fel az edzést? Mellette másik sportot, hogyha edzünk, hogyan edzünk? És hasonló kérdésekkel szerintem nagyon fontos foglalkoznunk. Sziasztok, én Varga Dániel vagyok, és ez itt az edzés napló 4. része. Alapjában véve mindig onnan kell felépítenünk, hogy miért fontos nekünk az edzés. Fő sport tevékenységünk-e az edzés, esetleg mondjuk mellette futunk, biciklizünk, úszunk, bármi hasonló, kajakozunk, kenúzunk. Ha foglalkozunk először ezzel a nagyon rövid kis ténnyel, hogyha mellette van egy másik sportunk, nyilván mondjuk a másik sport a fő sportunk, és abból edzünk hetente 2-3-at, akkor egyből valószínű, hogy maximum, hogyha nagyon meg is erőltetjük magunkat, akkor szintén 3-at vagy 2-t fogunk tudni edzeni. Aztán persze menjünk tovább, ha nem csak egy, hanem két sport a tevékenység, amit meg emellett akarunk űzni, akkor viszont el kell már lassan azon gondolkozni, hogy nem-e túledzük majd magunkat. Túledzésnek a jeleit ott veheted észre, gyorsabban lebetegedsz az utóbbi időben. Vannak olyan betegségek, amikben nem jössz ki, fejfájást tud okozni, gyakorlatilag izom visszafejlődést is, tehát izom, hogy így mondjam, izom regeneráció megállást is tud hozni, az állandó betegség, az állandó gyulladásoknak a létrejötte. De ezzel menjünk tovább, te egy átlag ember vagy, 30-40-50 éves, férfi, nő, és mellette most elkezdesz, vagy el akarsz kezdeni edzeni. A lényege az mindig, én azt szoktam mondani, hogy azért minimum 3-at edzél egy héten, 3-as elosztásban elindulsz, de gyakorlatilag én mindig szorgalmazni, viszont azt szoktam mondani, hogy mindig többet edzél, mint amennyit pihensz, tehát az mindig az a 4 edzés. Nyilván egy kezdőtől nem fogjuk tudni azt várni, azt az effortot, azt a teljesítmény maximumot, teljesítmény minőséget, hogyha így mondjuk, hogy az autónak azt a full gáz teljesítményét, amit le tud adni mondjuk egy sok-sok-sok éve edző ember, vagy sok-sok-sok éve edző sportoló, mint amit egy kezdő le fog adni, vagy éppen egy visszatérő, vagy aki hosszabb időt hagyott ki. De ez igaz a fiatalokra is, igaz azokra is, akik már hosszú évek óta edzenek, de soha nem akarták kihasználni magukat a legnagyobb teljesítményen. Szóval igazából én azt mondom, hogy az emberiség legnagyobb százalékára ez igaz. Lehet 4-5-ször edzeni. Akár. 3-as felosztás is egy tök jó dolog, a 4-es felosztás szintén, egy 5-ös felosztásban is szintén jól tudsz szerepelni. A lényege mindig az, és szerintem kezdésként vagy alapként ezt szögezzük le. A lényeg mindig az, ha én 3-at fogadok meg, akkor minden egyes pillanatban 3-at edzünk. Mindegyik héten, mindegy hogyan, kivéve nyilván, ha beteg vagy, de ne legyen olyan, hogy most nem jutottam le, ne legyen olyan, hogy a gyereknek születésnapja van, ne legyen olyan, hogy nem tudom mi, mindig le kell mennünk a 3-at, és meg kell oldanunk azt a 3 edzést. Mert inkább mindig lőjünk egy kicsit kisebb célt, de azt állandóan tudjuk elérni, mint hogy egy hatalmas céllal kezdjünk, amit csak néha-néha fogunk elérni. Úgyhogy látjátok, alapjában véve ez a felosztás, holnapi nap vagy a következő nap pedig azzal foglalkozzunk, hogy hogyan is kell felosztani ezt az edzést. Szerintem én ezen a második héten az edzés beosztással, az edzés intenzitással fogok nektek foglalkozni. Én per pillanat megint megyek az edzésemre, ma nyomóedzések vannak, és szépen edzés után el fogom nektek mondani azt, hogy mi alapján építettem én fel az edzésemet, ezáltal talán látni fogjátok a kontrasztot, látni fogjátok, hogy hogyan építettem én is föl. Nem nagy dolog, szerintem nem nagy titok, hogyha elmondom azt, hogy én hetente most 3-at edzek, nagyobb teljesítményen, sokkal nagyobb igénybevétellel próbálom, hiába a kezdés, nyilván megnézni azt, hogy mellette ne edzem túl magamat, és mellette a hétköznapi napjaimhoz is hozzáigazodni, ami azt jelenti, hogy ma reggel 8-kor kezdtem melózni, kivételesen nem 7-kor, vagy 6-kor, mint régebben. Szóval 8-kor kezdtem el dolgozni, megtartottam 2 edzést, utána elmentem a mérnöki munkámmal az egyik helyre, utána elmentem a másik helyre a mérnöki munkámmal, és utána pedig az irodai mérnöki munkámat végeztem, és most lassan pont 4 óra. Ha! Na, hát ez milyen jó. Szóval pont 4 óra van. Most pedig megyek edzeni, megpróbálom így a napomat elosztani. Aztán este hazaérek, tanulok, van egy sulim, amit
sajnos átraktak egy órával korábbi időpontra, ezért azt nem fogom tudni elérni, majd holnapi nap visszanézem, és szerintem éjjelig tanulok, mert jövő héten vizsgázok. De most jön az edzés, kedv, intenzitás, és mi egymásról beszélünk, illetve felosztásról még ezen a héten. Tartsatok mindig velem, dicsőség és kondi! Szóval olyan kis ügyes, ugrifüles voltam, hogy kettő bakit is elkövettem. Három kávét. Az egy kicsit erős ez a három kávé, nem gondolod? Az első az, hogy elkezdtem beszélgetni veletek az edzés felosztásról, és persze elkalandoztam. A másik pedig, hogy miután vágtam a videót, rájöttem arra, hogy hát nem csináltam végső beszélgetést, vagy levezető beszélgetést, bárminek is hívjuk ezt, outrónak vagy bárminek. Szóval ezt a kettőt most pótolom. Az az edzésem egy nyomó edzés volt, és egy B7-nek az edzése volt, amint láthatjátok, nem ugyanazok az edzések, mint az első videóban, amik voltak. Ugyanúgy nyomó edzés, viszont más gyakorlatokkal volt tüzdelve, és más ismétlésszámmal. És itt lesz az a fontos, hogy folytassam a témát, amit elkezdtem az edzés felosztásnál, hogy fontos az, hogy mi a cél spektrumotok. Igazából mindegy, hogy súlyzós edzés vagy bármilyen edzés végeztek, az elsődleges mindig az, hogy válasz ki a prioritás, hogy neked mi a célod. Legyen az kerékpározás, legyen az úszás, legyen az bármi, és amellett végezd az edzést. De jövök egy nagyon jó példával, volt egy olimpiára készülő biciklisem, akinek segítettem az edzését, ő neki a biciklis edzését nem akartam segíteni, nyilván a súlyzós edzést és az étrendet raktam össze. Nála úgy volt, hogy 4 biciklis edzése volt és 3 súlyzós edzés, és ami azt jelenti, hogy elosztottuk a 3 súlyzós edzését a biciklis edzésének a prioritását követve, ami
Hétfő, szerda, péntek volt a súlyzós edzése, és hétfő, kedd, csütörtök, szombat volt a biciklis edzése, ugyanis a hétvége közelettével, hogyha a hét elejét megnyomod, akkor a hét végén már nem akartuk nagyon ütköztetni azokat az edzéseket, amik adott esetben voltak, viszont akartunk mindenképpen képezni egy pihenőnapot, és ezt javaslom nektek is, hogy mindenképpen legyen egy pihenőnap, a regeneráció napja, amikor tudtok pihenni, és választjátok ki azt természetesen, hogy melyik az a sport, ami a prioritást élvez, hogyha több sportot végeztek. Ha egy sportot végeztek, és legyen az a súlyzós edzés, akkor a súlyzós edzésnél az egyik legfontosabb az, hogy nézd meg azt, hogy milyen szinten vagy, illetve mit tudsz, ahogy az előbb is mondtam, mit tudsz bevállalni, hogyha hetente 3 edzést tudsz állandóan lekövetni, és az a minimum, amit el tudsz követni, akkor 3-at edzél, ne pedig 4-re álljál be. Mert az bármikor, bármi történik, leszakad az ég, akkor is meg fogod tudni. Akkor is ez már ilyen szép magyar mondat lett volna. Szóval akkor is el tudjátok végezni. A másik, ami nagyon fontos az, hogyha edzésbeosztást csináltok, akkor az edzésbeosztásnál nagyon fontos az, hogy hogyan osztod el. Ha 3-at edzel, akkor nyilván legegyszerűbb elosztás az, hogy van egy nyomógyakorlat, ami adott esetben, ahogy látjátok nálam is, triceps, mell, váll előső rész mondjuk, és mondjuk egy oldalsó váll. Van egy láb, egy teljes, tehát vádli hajlító combseg, és a harmadik edzés az pedig nyilván egy húzó edzés, ami a maradék hátsó váll, hát edzésből, és illetve biceps edzésből áll. Ha 4-et edzetek, akkor el lehet úgy is osztani, én azt szerettem a legjobban, hogy mondjuk hétfőn lába, nem, várjatok, át kell gondolnom, hétfőn volt mell kar, hát karamell, szóval hétfő volt mell kar, kedden volt lábedzésem, szerdán pihentem, csütörtökön volt egy válledzés, és pénteken volt egy hátedzés. Azért itt a mell és a válnak az ütköztetése az nem annyira szerencsés, ugyanis mind a kettő nyomó gyakorlat, és így el tud fáradni. Illetve látjátok, hogy a karedzést azt nem mondtam. Az elején annyira nem raknék bele karedzést, ugyanis mind a nyomó gyakorlatoknál a triceps, mind a húzó gyakorlatoknál a biceps az fog dolgozni mindenképpen, tehát egy mechanikus tenziót fog képezni, hogyha megfelelően vagytok edzettek, de nyilván mindig a saját szintetekhez kell ezt mérni. A mechanikus tenzió az annyit jelent, hogy körülbelül, hogy mennyire tudjátok megfeszíteni az izmokat a maximális megfeszüléshez képest. Nyilván ez a kezdőknél nagyon alacsony szint, és minél hosszabb ideig edzel, annál nagyobb. És általában az edzésnél az effort és a mechanikus tenzió az, ami a legfontosabb. A mechanikus tenziót elmondtam, az effort pedig nyilván a beletett munkátokat fogja jelenteni. És hogy visszatérjünk az edzéshez, és ne kalandozzak megint el. Adott esetben beszéltünk a 3 és a 4 edzésről, azt is meg lehet csinálni, hogy ugyanúgy, mint nekem, A és B hetet hoztok létre. Az A hétnél mondjuk alapgyakorlatok vannak, alacsonyabb intenzitással, alacsonyabb ismétlés számmal, még mondjuk a B hétnél egy magasabb intenzitással, de szokták úgy is, hogy A és B és C hét, alacsony ismétlés számmal nagy súlyjal, közepes-közepes, tehát közepes intenzitással, közepes súlyjal, és a harmadik hétbe pedig extrém magas ismétlés számokkal és nagy kisebb súlyokkal történik ez. Dropsettekkel mi egymással. Tehát ez is egy jó felosztás lehet a súlyzós edzéseknél, de bármilyen edzésnél is ezt meg tudjátok csinálni. Nyilván a többi edzésnél inkább az lesz a fontos, hogy mondjuk, hogyha biciklis edzést csináltok, vagy mondjuk futóedzés, vagy bármi hasonló, ami nektek a legfontosabb, és ami legközelebb áll hozzátok, látjátok, nem csak a súlyzós edzéssel akarok foglalkozni, akkor ott is egy 3 szintet körülölő edzést csináltok. Adott esetben mondjuk legyen egy, tényleg mondjuk, menjünk akkor másik irányba, mondjuk egy focistának, vannak technikai edzései, vannak hosszú távú edzései, vannak sprint edzések, ezeket általában át lehet tenni az első 3-ra. Nyilván ezeknek az embereknél, mint minden edzésnél, ami a legfontosabb, hogy tudjátok, minden edzés alapja az a súlyzós edzés lesz, és miért. Megint elkalandoztam, de ezt befejezem. Azért lesz fontos a súlyzós edzés, mert megnézitek, bármilyen sportot csináltok, hogyha lesérültök, akkor az elsődleges sportolási forma, az nem kell messze menni, az a gyógytorna lesz. A gyógytorna igazából mondhatni azt, hogy gumikötéllel vagy nagyon kicsi súlyokkal történő edzések. Ez azt jelenti, hogy igazából, ahogy látjátok, súlyzós edzés igazából. Tehát minden sportnak az alapja a testépítés, vagy inkább súlyzós edzés, és a súlyzós edzésnek egyedül nincsen, ami alapja
lenne, én ezért tartom fontosnak mindig, hogy egy kiegészítő edzésnél legyen súlyzós edzésetek. Szóval beszélek az úton, és mindenki engem néz. Ez a legszebb. Szóval a másik nagyon fontos még a beosztások esetében az, hogyha nézitek A és B-hét, nézitek a célotokat, nézitek azt, hogy mi lenne az intenzitása, mi lenne a heti beosztásotok. Úgyhogy itt nagyjából már körül is öleltük ezeket az edzésformákat, illetve én még legutoljára mindenképpen beszélnék arról, hogy bevezető edzésbe vagytok, vagy már haladó szinten vagytok, vagy milyen szinten tudtok edzeni, ami azt jelenti, hogy ahogy haladtok előre, egyre nagyobb intenzitást tudtok, egyre nagyobb igénybevételt tudtok a szervezetetnek csinálni, úgyhogy az egyik legfontosabb az lesz, kortól, táplálkozástól, stressztől, alvási ciklusoktól függően, hogy azt nézzétek meg magatokon, hogy az edzések alapján hogyan tudtok regenerálódni. És a regeneráció az nyilván, amit már az előbb is beszéltem, hogy a túledzésnél bármilyen extrém gyulladásoktól kezdve fáradtsági szintig, folyamatos fáradásig tudtok kapni. Nyilván ezt az első héten, első pár hétben állandó izomlázatok lesz. Ez nem a regenerációnak az alapja lesz, nyilván az izomlást is tudod omega 3 bevitellel ezt csökkenteni, de megfelelő vitamin bevitellel inkább mondjuk ezt csökkenteni, és megfelelő minőségű omega 3 bevitellel csökkenteni. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy és végszónak mondanám, hogy mindenképpen az lesz a fontos, hogy az edzés kiválasztásánál, gyakoriság kiválasztásánál az figyeljétek magatokon, hogy mennyire tudtok regenerálódni, és azt szerint tegyétek. Kezdjétek egy minimális szintről, amit mindenképpen el tudtok végezni, és azt szerint emeljétek, mind az intenzitását, ahogy eddig is említettem, mind pedig a gyakoriságát az edzésnek. Igazából szerintem ennél többet nem is kell tudni, a testépítés vagy a súlyzós edzés ennél nem komplikáltabb dolog. Mindenképpen figyeljétek magatokat, valaki nagyon szeret magas intenzitásba edzeni, gyakorlatilag nem lesz sokkal nagyobb fogyásatok a magas intenzitású edzéstől. Én inkább mindig azt szoktam mondani, hogy ezt a közepest válasszátok meg, ahogy az arany középút is szokta, illetve rakjatok bele nagy súlyos edzéseket, ami alacsony ismétlés számmal történik. Szóval nagyjából ennyi erre a részre, és elnézést a két bakiért, pótoltam mindent. Ahogy mondtam, az edzésem az most nekem nagyon tetszett, lassan kezdtem már belejönni, elárulok egy kis előre jelzést, hogy egyre jobban mennek a súlyok, egyre jobban tudom leképezni a saját edzéseimet, és ne feledjétek, hogy legfontosabb az tényleg, hogy egy konstans alapokat tudjatok létrehozni magatoknak, ami igazából mondjuk az, hogy nem egy edzés hoztok létre, hanem egy életformát fogtok létrehozni, egy életfolyamatot, vagy egy edzési folyamatot fogtok létrehozni, és itt pont az lesz a lényege, hogy ezt mindig tudjátok tartani, ezáltal igénybe tudjátok venni a szervezeteket. Én köszönöm, hogy itt voltatok, én Varga Dániel voltam, ez itt az edzés naplom, negyedik része. Tudjátok, ezt osszátok meg kérlek a barátaitokkal, hogyha tetszett, ha pedig nem tetszett, akkor az ellenségeitekkel, hogy szenvedjenek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ne feledjetek, hogyha mindenképpen követni és lájkolni a YouTube oldalamat, illetve a többi oldalamat is, illetve hogyha az Inzinó terméket szeretnétek és engem szeretnétek szaktanácsadótoknak kapni, akkor mindenképpen a videó után a linkbe nyomassátok, illetve a videó után a linkbe még az MPK Sarolénak, illetve a Foodtestnek vannak még akciós kuponjai, amit fel tudtok használni. Próbálok egyre többet adni nektek, próbálok egyre több céggel, hogy így mondjam, kezet fogni, hogy ti is egy kicsit jobban járjatok. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ja, persze, majdnem elfelejtettem. Dicsőség és kondi. És ne feledjétek, hogy egyeztetek velem, mert nekem is, engem is ugyanúgy hajt az, hogyha ti velem tartotok, és hozzá kommentelitek, hogy tartotok velem, úgyhogy baszassuk. Baszassuk.